Minden európai polgárnak azonos minőségű minimum szolgáltatás járjon az egészségügy területén. Ez a célja az Európai Egészségügyi Uniónak. A tervezett Újhely István ötlete alapján indult el, aki szerint nem elfogadható, hogy egy magyar embernek kevesebb a várható élettartama, mint egy nyugat-európainak, és hogy a kelet-európai társadalmakban sokkal rosszabbak az egészségügyi mutatók, mint más államokban. Szeged eddig is jelentős támogatást kapott az Európai Uniótól egészségügyi fejlesztésekre. Ezeket eddig infrastrukturális beruházásokra tudta fordítani az önkormányzat. Több mint 1,3 milliárd forint került egészségügyi intézmények felújítására, úgy mint a mögöttem lévő Gáspár Zoltán utcai rendelő, vagy az újszegedi Korondi rendelő, a budapesti körúti Tajrányi rendelő felújítása, amit szinte tetőtől talpig megújult, valamint egy komplett egészségügyi intézmény létesült Dorozsmán, amely egyébként a modern követelményeinek megfelelően fogadja a betegeket. A jövőben azonban a szolgáltatások minőségében is javulást kellene elérni. Ezt célozza meg az az új uniós program, amelyet Újhely István kezdeményezésére indítottak el. Elfogadhatatlan, hogy más életesélyei vannak egy német, egy máltai, egy olasz vagy egy magyar embernek. Én azt követelem, és ugye ez az én programom, amit most már évek óta hajtunk, hogy minden egyes európai polgárnak ugyanolyan minőségű minimum szolgáltatás kötelezően biztosított legyen, amelyek persze a kormányok dolgai, de az Európai Unió mondja meg, hogy mi az, amit mindannyiunknak meg kell kapni, és ingyen, nem azért, mert valakinek van pénze a magánegészségügyi ellátására. Az Egészségügyi Unió javítaná a betegellátás színvonalát, és a szférában dolgozók munkakörülményei és bérezése is javulna. Kökény Mihály volt egészségügyi miniszter szerint, ha ez a program korábban elindult volna, Magyarországon is sikeresebb lehetett volna például a koronavírus elleni védekezés. Hiszen jelenleg nagy a válság, a kapkodás és a létszámhiány. Ha lenne egy egységes Európai Uniós követelményrendszer, akkor nem fordulhatna az elő, hogy például Magyarországon késlekedtek volna a betegbeutalásokkal, ennyi sok zűrzavar lett volna a tesztelés körül, a védőoltások beszerzésével. Egy vészhelyzetben szükséges az, hogy a 27 tagállam egységes elvek szerint egységes irányítás mellett védekezzen a járvány ellen. A Fidesz azonban ezúttal is kettős játékot játszik. Európai parlamenti képviselőik támogatták az Európai Egészségügyi Unió tervezetét, a magyar kormány viszont itthon azt hangoztatja, hogy ez szuverenitás kérdés, és hogy senki ne szóljon bele a hazai egészségpolitikába. És itt is van már mellettem a stúdióban Újhely István, köszöntöm. Kezdőcsokrom, köszönöm a meghívást. Az elmúlt másfél évben csak Zoom-on meg Skype-on beszéltünk. Így van, és igen. Most végre itt lehetek Szegeden. Igen, úgyhogy ez egy jó helyzet. Itt az összefoglaló híradós anyagban elhangzottan azt mondta, hogy minimum szolgáltatás kötelezően biztosított kellene, hogy legyen. Mit jelentene ez a gyakorlatban? Hogyan lehetne megvalósítani, ha mondjuk nincsen hozzá elég orvos? Ez is benne van a programnak az egyik pontja, hogy egyébként az egyes kormányzatoknak az ellátás minősége miatt biztosítani kell a megfelelő szakszemélyzetet, és ez egy kormányzati feladatkör, ez ugyanolyan, mintha megkérdezné egyébként, hogy mitől mennek Szegeden a villamosok, hogyha nem lenne elég villamos vezető, akkor nem mennének a villamosok, az az önkormányzat dolga, hogy legyen elég megfelelő szakszemélyzet. Ugyanez vonatkozik az egészségügyre is. Magyarország egyébként döbbenetes, az egész Európai Unióban a leghátul van a közkiadásokat tekintve az egészségügy finanszírozásában. Ma hallottam reggel a rádióban, azt hittem, hogy megtépem a saját hajamat, hogy az egészségügyért felelős miniszter és a minisztérium közleményben azt jelezte, hogy a magyar egészségügyi dolgozóknak ingyen belépést adnak a múzeumok éjszakájára. A magyar egészségügyi dolgozók persze ennek is örülhetnek, de leginkább az a problémájuk, hogy senki nem foglalkozik a bérezésükkel. Ez egy példa, de visszatérve az egész programcsomagra, itt azért olyan dolgokon gondolkodunk és dolgozunk, hogy megnéztük a kórházi fertőzéseknek a számát, nem a COVID pandémia időszakában, hanem általában.
Magyarországon háromszor nagyobb esélye van önnek arra, hogy egy kórházban teljesen mindegy, hogy milyen kórházi ellátás, egy banális kis műtét miatt is, hogy egy kórházi fertőzésben meghaljon, mint Európa más országaiban. És ez már egészen biztos, hogy még csak nem is szakszemélyzet kérdése, hanem finanszírozás, elvárás kérdése. De ugyanez van a várólistákkal, a daganatos betegségek ellátásával, a mentálhigiénés kérdésekkel. Az egész egészségügyi Európai Unió program arra épül, hogy csináljunk egy úgynevezett stressztesztet, ezt onnan lehet ismerős a nézőknek, hogy a bankszektorban, az energiaszektorban ilyenek léteznek. Hogy egy adott országnak például a bankszektora milyen állapotban van, milyen nyomásnak tud ellenállni. Az egészségügyben legyen meg minden tagországra egy ilyen, és akkor, amikor látjuk, hogy milyen állapotban vagyunk, ahhoz képest legyenek minimum standardek, aminek meg kell tudni felelni Kübekházától fővárosig és Berlintől Máltáig. Itt ugye az, hogy milyen állapotban van az egészségügyünk, azért az is mutathatja, hogy ugye a Covid halálozásokat, hogyha nézzük. Tehát nálunk például háromszor annyian haltak meg arányában a Covidban, mint mondjuk a szomszédos Ausztriában. Erre még maga a miniszterelnök is hajlandó volt annyit elismerni, hogy igen, meg kell vizsgálni, hogy mi lehet ennek az oka. De tudjuk az okát, tehát aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, és most már 3 éve ütöm-vágom ezt az ügyet. Rengeteg adatunk van. A kormány persze eltitkolja az adatokat, de hát az ember nem csak a kormányhoz tud fordulni, hanem másokhoz is. Magyarországon mondok egy döbbenetes dolgot, egy évben, nem a pandémia idején, egy normál béke évben egy kisvárosnyi embert veszítünk el, ugyanaz a nagyságrend, mint a hány embert elveszítettünk a pandémia alatt, tehát 30 ezer fős nagyságrendről beszélünk, akik azért halnak meg, mert nem jutottak hozzá megfelelő egészségügyi szolgáltatáshoz. És mondhatja a kormányzat, hogy ennek alapbetegségek a problémái, meg a magyarok életmódja a problémája. De az is valahol kormányzati felelősség, hogy egyébként ezen segítsünk. Megszűntek az igazi népegészségügyi programok Magyarországon, nem hallunk ilyenekről, kispórolták a pénzt az egészségügyből. Egyébként az Európai Egészségügyi Unió programjához mi odapakoltunk egy nagyon jelentős egészségügyi forrást is az Európai Unióban. Több mint meg 10-szereztük most az utolsó döntésekkel. A következő időszakban 7 éves költségvetésben az egészségügyre fordítható összegnagyságát. Ez egy európai szint, és a tagállamoknál is, például biztos, hogy nézők is hallottak azokról az európai újjáépítési forrásokról, amit az Orbán kormány vétózni akart, nem akarta felvenni, ment a húzavona. A hitelrészét nem veszük fel. Csak mondom, hogy képzelj el, nem véletlenül kritizálom a kormányzatot, csak azzal, hogy nem vesszük fel a világ legolcsóbb hitelét, amit az Európai Unió adna a tagállamoknak, ezzel lemondtunk a kormány szerint előirányzott programból 410 milliárd forintnyi egészségügyi forrásról. De ez logikailag mivel magyarázható? Hát nézd, csak csúnyákat tudnék mondani, hogy a kormányzat most már nem mer belekezdeni 2022-ig, a választásokig semmilyen komoly egészségügyi átalakításban, mert be kellene ismerje, hogy 10 év alatt öngorra rugott, hogy a miniszterelnök is megértse a probléma lényegét, a saját lakosságunk egészségügyi ellátása kapcsán, és most már megpróbálják kihúzni, és az Unió akkor adna forrást, hogyha nagyon pontos programpontokra finanszírozna a kormányzat. Bocsánat, pont ezt akartam kérdezni, hogy attól még nem kellene reformot csinálnunk az egészségügyben, de még a pénzt elfogadhatnánk, de akkor ezek szerint nem, mert a kettő feltétele egymásnak. Így van. Mondok egy másik mai friss hírt. Talán Szegeden ez minket annyira nem érint, de Szegedtől 15-20 kilométerre már igen. Magyarországon hiányzik mintegy 647 háziorvosi praxisból háziorvos, 647 helyen, és 233 ebből azon háziorvosoknak a száma, akik az elmúlt egy évben mondtak föl. Kérdezem én, hogy ha a magyar kormány, amelyik egyébként képes volt a világ legdrágább vakcinájából rendelni irdatlan nagy mennyiségűt, ugye a kínai vakcinából, aminek ugye hát azért vannak rossz híreik is ezzel kapcsolatban, amely képes volt több ezer lélegeztetőgépet úgy beszerezni, hogy raktárba állnak egymás hegyén hátán. Hogyha ésszel a házi orvosokra
meg az egyéb egészségügyi szakdolgozókra fordítja ezt a forrást az elmúlt egy évben, akkor az orvosaink és a szakápolóink nem elhagynak minket, hanem meggyőződnek abban a hitben, hogy érdemes szolgálni a magyar államot és a magyar egészségügyhöz forduló betegeket. Ha már vakcinánál tartunk, azt például ön meg tudja valamivel magyarázni, hogyha egyébként most már hegyekben áll a vakcina és Magyarországon, akkor például ugye a Sinopharmmal oltottak, akiknél nagyon úgy néz ki, hogy a 60 év felettieknél nem nagyon alakul ki a védettség, és kérik, szeretnék a harmadik oltást, hogy miért nem kapják meg? Megmagyarázhatatlan, a nézők jó, ha tudják, hogy az Európai Unióban egyetlen tagállam vagyunk. Egyetlen, senki más, aki oltott a Sinopharm vakcinájával. Az Európai Unió előre figyelmeztette Magyarországot, hogy általuk nem bevizsgált vakcináról van szó. Ehhez képest megkaptuk azt a mennyiségű uniós vakcinát, amellyel most például rá lehetne oltani egy harmadik oltást, például Pfizerből. Több millió Pfizer van bent a raktárakban. És a kormányzat becsukta a fülét, és azt a kezdeményezésemet sem volt hajlandó meghallgatni, hogy akkor, ha elkövették ezt a baklövést, akkor ingyen az állam biztosítson antitestvizsgálatot a Sinopharmmal oltottaknak, ugye 20 ezer forint egy ilyen, tehát ezt egy magánember nem teheti meg. És sajnos rossz híreim vannak a laboroktól, a Sinopharmmal oltott idősebb polgártársaink nagyobbik részénél semmifajta védettség nem alakult ki, miközben azt hiszik, hogy védettek. Itt 5-600 ezer emberről, beszélünk, és aki elmegy egy magánköltsége megcsináltatni egy antitestvizsgálatot, és utána bekopogtat az állami szolgálatokhoz, hogy itt van a papírom, nem alakult ki védettség, vállalom a harmadik oltást, Pfizerből mondjuk, amiről most már bizonyított a WHO is, és mások is azt mondják, hogy érdemes megtenni, és nincsen rá lehetősége. A házi orvosának sincsen lehetősége, mert jogszabály ellenes. Elképesztő. Említettük, hogy ebben egyedüliek vagyunk Európában, és akkor most mindjárt mutatunk egy térképet, és ezen sajnos megint az látható majd, hogy van még egy dolog, amiben egyedüliek vagyunk. Itt a kollégáimat megkérem, így van, pontosan. Magyarázz le nekünk, hogy mit látunk ezen a térképen, mert ez egy egészen mai, friss hír. Ez egy mai adat, ugye az Európai Parlamentben én a közlekedés és turizmus bizottságának vagyok a lelnöke, plusz az egészségügyi bizottságnak. És nem véletlenül szorgalmazok egy jó ideje, hogy legyen egy egységes európai rendszer a COVID-igazolvány, digitális COVID-igazolvány rendszere. Ez az ábra azt mutatja, hogy ha megnézik, akkor a sötét zölddel jelzett országok, tehát Európa nagy része, már használni tudja ezt a digitális COVID-igazolványt, tehát bármelyik határán, bárhol, bárki felmutatja, nem a mi plastikkártyánkat, hanem az európai digitális igazolványt, akkor mehet. A világosabb zöldek azok, akik készen vannak, és be tudják vezetni a rendszert, és a 27 tagállamból egyetlen egy kis fehér foltot tetszenek ott látni, Magyarország, amelynek kormánya képtelen volt az európai jogszabályra felkészülni, és ahhoz, hogy egyébként mi Budapesten vagy Szegeden vendéget fogadhassunk külföldről, és nem foci szurkolót, mert rájuk külön szabály vonatkozik, mint tudjuk, és ahhoz, hogy egyébként a magyarok munkavállalási, nyaralási, tanulási célból szabadon utazhassanak Európába, ahhoz csak ez kellett volna, hogy a kormány erre felkészüljön. De a magyar védettségi igazolványjal ettől függetlenül azért utazhatunk, nem? Két oldalú megállapodások vannak, aminek nyilván örülök, tehát a horvátoknak borzasztóan szüksége van a magyarok kunáira, a pénzünkre, de az a helyzet, hogy ha jön egy negyedik hullám, vagy ha akár most a nyarat nézzük, akkor bárki bárhol utazik, nagyon nézze meg, hogy az az ország, vagy ha átszállni kényszerül, az az átszállóhely, amin keresztül megy, például német repülőtéren keresztül megy, nem fogják beengedni csak simán a magyar védettségi igazolvánnyal, ami egy magyar nyelvű, semmit nem érő papír. A július 1-től viszont ez a jogszabály él és működik, ez itt van másfél hét. Ez azt jelenti, hogy július 1-től nekünk magyaroknak is fogadni kellene tudjuk azokat, akiknek ilyen, ez digitális formában létező történet, és nekünk is tesztkötelezettség nélkül és karanténkötelezettség nélkül utaznunk kellene. Na ez az, amire megint a kormánynak nem sikerült fölkészülnie, ez egy óriási probléma.
De hát remélem, hogy még itt a másfél hétben az egy szem fehér foltja Európának ebben a tekintetben megszűnik. Még egy megjegyzésem, hogy legyen, én ugye Brüsszelbe, minden héten Brüsszelből jövök, megyek Magyarország és Brüsszel között. Az az óriási sikerpropaganda, amit a kormány mondott a magyar oltási arányokról. Belgium, amelyik ugyanakkor ország, mint mi, 1 millióval több ember tudott beoltani. Ezt nem tetszik hallani a magyar hírekben. Abszolút nem, azért is csodálkozom. És a halálozási mutatója az 10 akkora, mint nálunk. Szóval valami nagyon nem stimmel, és attól tartok, hogy a hazugságok tengerébe fulladozunk mindannyian itthon. Sok témánk lett volna még, de most ma ennyit tudtunk beszélgetni, lejárt az időnk. Köszönöm szépen, jövök máskor is, és szép nyári, meleg, szegedi estét kívánok mindenkinek. Köszönjük mindannyiunk nevében.